Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége. Azt ígértem önöknek, hogy ahogy van egy friss kutatás, egyből utána megyünk, tessék, itt van Erev Sovu ott, az ünnep előtt, az ünnep délelőttjén vagyunk, este ránk köszönt az ünnep, ígéretemet betartom, már is hívtuk Pullai Andrást, a Publikus Intézet alapítóját és vezetőjét, hogy mondja el nekünk, hogy mi a legújabb eredmény, milyen új eredményei vannak neki. Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, bízunk benne, hamarosan már itt a stúdióban látjuk, és nem mindenféle elektronikus platformon, hisz a veszély az már úgy tűnik elmúlt, a vírusok most külföldre utaztak, úgyhogy halljuk, milyen kutatási eredményei vannak. Hát kutattuk azt, hogy most a felhatalmazási törvény és a vészhelyzet megszűnése, vagy kvázi megszűnése kapcsán, mert ugye nem teljesen egyértelmű, hogy ez tényleg meg fog-e szűnni, hogy mit gondolnak az emberek erről a helyzetről, szükség volt erre a felhatalmazási törvényre, illetve hogy ennek örvén a kormány hozott-e olyan döntéseket, amelyek talán nem teljesen megfelelőek, és nem tartotta, vagy betartotta azt az ígéretét, hogy nem fogja olyan célokra használni a felhatalmazási törvényt, amelyek nem teljesen legitimek, úgyis, mint a járványügyi védekezésen túlmenő célokra. És hát azt a helyzetet tapasztaltuk, hogy az embereknek a 57%-a azt mondja, hogy a kormány antidemokratikus döntéseket hozott, antidemokratikus döntéseket is hozott ezen törvény örvén. És meg is tudja nevezni őket? Azt mondta, hogy visszaért ezzel a felhatalmazással, amit a járványügyre kapott. Mind a két esetben a ellenoldal azok, akik azt gondolják, hogy ez nem így történt, azok ilyen 41 pár százaléknyian vannak, és ez úgy áll össze, hogy az ellenzéki szavazóknak a 80 plusz százaléka azt gondolja, hogy visszaér és antidemokratikus döntéseket hoz. Még a Fidesz szavazók esetében körülbelül ilyen 20 és 25 százalék között van ez az aránya két kérdés esetében. Azt akarja mondani, hogy a kormánypárti szavazók esetében is vannak olyanok, akiknek fenntartásai voltak? A kormánypárti szavazóknak a negyede ötöde azt gondolja, hogy ez nincs teljesen rendben, így van. Én azt gondolom, hogy részben ez, hogy ennek a dolognak messze nem pozitív a megítélése, ugye az ellenzéki szavazók körében egyáltalán nem, a kormánypárti szavazókat pedig erősen megosztja ez a kérdés. Ez vezet oda, hogy a Fidesz ilyen gyorsan, legalábbis látszólag, legalábbis formálisan kiállni látszik ebből a törvényből. Ugye hoz egy másik, valószínűleg hoz egy másik olyan javaslatot, amelyik azért ezt részben fenntartja ezt a helyzetet, hogy hozhat különleges jogrendnek megfelelő döntéseket. Elvileg csak a egészségügyi intézkedések és járványi intézkedések kapcsán, valójában azért látjuk, hogy ez nem teljesen igaz, hiszen most is vizsgáltunk 5-6 olyan kérdést, amelyeket ennek örvén hozott meg, mint például mondjuk a Várostigetbe főváros által hozott beépíthetőséget korlátozó szabályoknak a kormányzati felülírása, a gépjárműadó elvétele a településektől, a Lex Göd néven elhíresült törvény, amikor is bizonyos beruházások adóbevételét és azoknak a kontrollját elveszi településektől, és megyei szintre utalja, ugye, ahol lényegében mind kizárólag fideszes vezetés és döntéshozás van, vagy mondjuk Schmidt Mária alapítványát jutatott két budai luxus ingatlan kérdése, és még sorolhatnám, több ilyen döntés volt. És ezeknek a támogatottsága 20 és 25 százalék között van a teljes lakosság körében. Ez azt is jelenti, hogy a ellenzéki szavazóknak a 80-90, akár 90 plusz százaléka nem ért egyet ezekkel a döntésekkel. A Fidesz szavazók körében pedig ilyen 50-50 az arány, mondjuk a Lexgöld esetében 36 százalék támogatást utasítja el, de az összes többi ügy esetében is körülbelül ilyesmi az arány. Vagy az egyik irányba, azaz a negatív irányba, vagy a pozitív irányba dől el, de csak 1-2% ponttal. Magyarul ezek az döntések nem látszanak népszerűnek, és nem látszanak politikailag alátámaszthatónak, ezért aztán a Fidesz ebből igyekszik legalábbis a látható szinten kihátrálni. Akkor, amikor ön a fennnevezett alapítvány budai ingatlanjairól beszél, azt gondolom nem magáncélra hozták, hanem kutatások színhelye, vagy nem tudom én mi. Hát ugye erről elsősorban nem engem kell meggyőzniük, hanem a választópolgárokat, és a választópolgárok nincsenek ebben
Nincsenek ebben teljesen biztosak, vagy nem teljesen biztosak ebben a kérdésben. Na de az is nagyon érdekes, hogy teszi föl a kérdést. 23% ezt az ügyet, és nem támogatja 65. De azért persze nagyon fontos, hogy a kérdés feltétel hogy volt, hogy önt bosszantja az, hogy XY ebben a helyzetben most budai ingatlanokat kapott, vagy ön érti azt, hogy közfeladat elvégzésére rendelkezésre kellett bocsájtanunk X ingatlanokat? A kérdés feltevés pontos módja az fenn van a honlapunkon, ezek az ábrák, pontos adatok is láthatóak a honlapunkon, illetve a kérdések is úgy szerepelnek, ahogy fel lettek téve, és el tudom mondani, nem biztos, hogy betűhelyesen, de lényegét tekintve el tudom mondani, hogy mi volt a kérdés. Az volt a kérdés, hogy most különböző intézkedéseket fogok felolvasni, mondja az operátor önnek, amelyeket a kormány hozott az elmúlt időszakban. Kérem mondja meg, hogy támogatja vagy nem támogatja ezeket, hogy egyetért vagy nem ért egyet ezekkel. És akkor vannak az intézkedések, mint például a Schmidt Mária vezette közép-európai kutatás, nem tudom mi a pontos neve, alapítvány kutatott két budai ingatlan, egyetért vagy nem ért egyet, és már ezzel a döntéssel, és akkor válaszolhattak a válaszadók, hogy egyetértenek-e vagy... Értem, ez így már világosabb és kevésbé támadható. Szó esette arról, illetve felmerült az a kérdés, hogy ha most lennének a választások, akkor ki kerülne be és ki nem? Felmerült ez a kérdés, de ezeket az adatokat még egyre nem osztuk nyilvánosságra, ezt a Népszava fogja valószínűleg a jövő hét elején nyilvánosságra hozni. Hát de ha már megszülettek az eredmények, nem kár savanyítani őket? Vagy annyira rosszak bizonyos emberekre nézve, hogy megadják a lehetőséget nekik, hogy megfelelő válasszal, magyarázattal fölkészüljenek? Nagy vonalak vagyunk általában, de azért ennyire nem. De azt azért el tudom mondani, hogy nem változott azon pártoknak sem a száma, sem a neve, amelyek bekerülhetnek és nem kerülhetnek be a parlamentbe a választók akaratából adódóan a múlt hónaphoz, illetve az előző hónapokhoz képest. Igen, ezt én értem, de minek utána például csak a tegnapi napon van egy parlamenti párt, aminek a frakcióját 3 képviselő is elhagyta. Gondolom tisztában van vele, hogy ez az a párt, aki nem szerepel a vendéglistámon, tehát azért van itt forgalom. Kétségtelen, hogy turbulens a helyzet. Nyilván ugye, hogyha jól emlékszem, akkor jól veszem ki a szavaidból, akkor a Jobbikról beszélünk. A Jobbik nem a legjobb köreit futja, egy jó ideje már, ezt azért bátran állíthatjuk. És ugye a mérésünkben, amivel lezárult múlt héten az adatfelvétel, múlt hét végén, ugye a mérésünkben ez az akció ez nem szerepel, és ennek hatásait nyilvánvalóan nem fogjuk látni. De nem mondhatjuk azt, hogy ennek a pártnak a támogatottsága olyan rettentő sokat ugrott volna, illetve ezen párt politikai örökösének számító Mi Hazánk mozgalom, mert azt gondolom, hogy itt azért volt egy ilyen politikai őrségváltása ideák és ideológiáknak a további élése tekintetében, vagy örökítése tekintetében, és annak sem változott érdemben a támogatottsága, az azt jelenti, hogy Mi Hazánk nem is jutna be a parlamentbe továbbra sem. Tehát annak ellenére, hogy erősítéseket kap a mostani párt lemorzsolódásából, nem feltételezhető, hogy be fog jutni? Nem, azért azt látjuk már nagyon régóta, hogy a Jobbik és a Mi Hazánk között nincs igazán átjárás. Tehát akkor volt, amikor a Mi Hazánk létrejött, és akkor 1-2%-nyi Jobbikhoz szavazó elment a Mi Hazánkhoz, de valójában azok a radikális szavazók, akik korábban a Jobbik kemény magját alkották, akkor, amikor a Jobbik nagyon erősen radikális volt, azok a szavazók azok elmentek elsősorban a Fideszhez. És sokkal erősebb az átjárás jelen pillanatban a Fidesz és a Mi Hazánk között, és ez szerintem egy korlátja a Mi Hazánk növekedésének, mert a Fidesz a Mi Hazánkot eleve azért hozta létre, hogy az ellenzéki oldal gyengítse. Itt nyilván ez nem teljesen pontos, hogy azért hozta létre, mert hogy ugye azért a Mi Hazánknak magának is kellett belső szándékának lenni, ez létrejön, de nem teljesen független a szándék a Fidesz akaratától, illetve nem teljesen független a szándék a NER által biztosított háttérintézményekhez való hozzáférés sem, de még úgyis, mint például mondjuk a Fidesz médiában való lényegében korlátlan megjelenés lehetősége, és sorolhatnám még milyen más egyéb erőforrásokhoz férnek hozzá, ami ez egyébként más nem. De hogy nem igazán látszik működőképesnek ez a konstrukció, mert a legnagyobb átjárás jelen pillanatban nem a Mi Hazánk is az ellenzéki oldal, hanem a Mi Hazánk is a Fidesz között van, és
bár a Fidesz, aki érdekel, szerintem így is fenntartani 1-2-3%-os mi hazánkot, de nem igazán érdeke tovább növelni, mert most már elő fog állni egy olyan helyzet, amikor a Fidesznek bizony minden százalékponyi szavazója meg kell küzdenie, hiszen hogy a következő választásokon sem lesz megosztott az ellenzék, mint hogy az őszi választásokon, az önkormányzati választásokon sem volt, akkor bizony nem elég a Fidesznek az, hogy a legkisebb, a legnagyobb kisebbség, hanem bizony egyértelmű többséget kell szerezni. Ez azt jelenti, hogy választókerületenként kb. 47-48%-ot kell szereznie, nem az eddigi 37-38-at. Így nem lesz érdeke, már most sem érdeke, és később sem lesz érdeke a mi hazánkot növelni, mert nem az ellenzéktől veszel szavazókat. Kicsit a Fidesz ebben azt hiszem, hogy csapda helyzetben navigálta magát, de ez nem egy olyan feladat, amit a Fidesz ne tudna megoldani. És ne is látna, mert látja. Ön egy közvéleménykutató, de egyben egy médiafogyasztó is, mi meg tudja, hogy egy nagyon objektív televízió vagyunk. Hát nem sikerült tegnap elérnünk a jelen vadonatúj hetilapnak a szerkesztőjét, többször SMS-eztünk, hívtunk, nagyon el voltak foglalva magukkal, és a nem létező objektivitásunkhoz ez minimum hozzá kellene, hogy tartozzon, hogy itt kint lenne az asztalon, és szemléznénk a lapot, de nem tudjuk, mert az interneten nem jutottam el odáig, és a szerkesztőkkel meg nem tudtam beszélni, az újságárusnál meg a sarkon nem volt kora hajnalban, amikor jöttem. Ön biztos látta már a lapot, meséljen nekünk, hogy néz ez ki online. Hát én online láttam a lapot, hiszen nem is a lapot, csak azt a néhány apróságot, amit feltettek belőle a friss szerkesztők. Hát egy ilyen, hogy mondjam, lendületes, fiatalos 21. századú design lapról beszélünk. A cikkeket nem volt nagyon lehetősége még így korán reggel végigolvasni azt a minimálisat, ami tényleg hozzáférhető az interneten. De hát azt hiszem, hogy izgalmas és fontos társadalmi témákat boncolgatnak. De ugye egy lap pár cikkének a gyors átnézéséből azért még nem igazán tudnék messze menni következtetéseket levonni abból, hogy a lap majd milyen lesz. Mit látott a címlapon? Mi van a címlapon? Elnézést, nem hallottam. Mit látott a címlapon? Egy ilyen Magyarország jelet egy kulcstartóként fityegni, és ott pár ilyen szöveg volt ráírva, és arra utal ez a jel, hogy valamiféle függőségben van Magyarország valakitől valahonnét a cikk szerint, de ezt a cikket, ami ezt mondszolgatja, ezt egyébként pont nem olvastam. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban minden olyan sajtóorgánumnak a megjelenése az örömteli, amelyik, ami színesíti azt az egyébként szerintem jelen pillanatban szürkülőben lévő palettát, és mindegyik olyan sarkorgánum, ami nem a NER közvetlen befolyása alatt van, az csak hozzátesz az egyébként visszaszorulóban lévő magyarországi sajtószabadsághoz. Az pedig, hogy ennek van-e piaci létjogosultsága, mert nyilvánvalóan ők azt látják, azt gondolom, hogy a piacról és a támogatókból szeretnének elsősorban megélni, és szeretnék az újságot fenntartani. Az meg hát az idő el fogja dönteni, és azt gondolom, hogy fél egy év múlva erre válaszolunk. Időközben természetesen online televíziók is ütrefőre minden napra jut egy új online televízió. A kérdés, hogy ki fog tudni róluk, hol lehet őket látni. Az interneten van az embernek ideje megkeresni, és egyáltalán olyanok-e, hogy érdemes az időt pazarolni rá. De hát úgy látszik, hogy mindez annak a következménye, hogy hamarosan elkezdődik a kampány. Talán már el is kezdődött, ugyan a választások csak 2022-ben vannak, de egyre jobban kezdenek fölpörögni. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Pulai András, a Publikus Intézet alapítója és vezetője volt stúdiónk vendége, még csak Viberen keresztül, de Isten segítségével és a négy kerekű autók segítségével legközelebb már itt a stúdióban láthatják. Köszönöm, hogy velünk voltál. A pontos idő 8 óra, és ha 8 óra van, akkor jön a mindentől független híradónk, amit ország, világba és külföldön is lehet fogni, nem csak az interneten. Rajta nézzék, aztán jövünk vissza.